Jó reggelt, Fene! Mondtam már szól is Györgynek, amúgy jó reggelt, Lajos. Mik a mai tervek? Nézzük csak. Lesz pár találkozó, semmi extra. Van egy kis gond. Elfelejtettem szólni, hogy jön a parfümer. Miféle parfümről van szó? Volt az a szerződés, hogy készítenek egy parfümöt, ami a neve alatt fut majd. Rémlik valami. A szerződés magába foglal egy parfümöt, amit önnek kell összeállítania, vagy legalábbis kiválasztani az illatokat. És ez mikor? 2 percen belül. Mindegy nekem, csak mondják, hogy elutaztam, vagy beteg vagyok, bánom is én, de most dolgom van. Ezzel elkésett, rátszálltál vagy, és a hallottak alapján mondom, tudja, hogy miért vagyok itt. Poirot gyönyörök, elnézést az előbbiekre. Semmi gond, csak gyorsan zavarjuk le, minél előbb, minél hamarabb. Akkor én nem is zavarok tovább. Na akkor vázolom, hogy mi a helyzet. 3 illatot kell majd kiválasztanod, lehetőleg ezek egy jó illatok legyenek, amiket te szeretsz. És ebből a 3 illatból fogom elkészíteni neked a parfümöt. Rendben van, kezdhetjük. Akkor az első illat, egy markáns alapillat kell, hogy legyen. Van valami elképzelésed? Hadd gondolkozzak. Mit csinálsz, ember? Figyelj már oda! Zseniális! Van fél órája? Persze. Szóval jó, csak be tudnál vinni egy céged, mint felső vezető? Persze, nincs akadálya, de miért nem gondolkoztál? Hallgatlak. Egy ilyen ötletet egy teljesen új céget is felhúzhatnánk. Nem tudom, hogy állsz anyagilag, de nekem egy forintom sincsen. Nem is kell. Megcsergetek egy-két befektetőt, és meg is lesz a pénz. Egy fényes jövőre. Legyen mondjuk egy narancsos illat. Igen, ez az. A szívillat pedig legyen mondjuk egy ilyen kis fajjas, fás illat. Tudom is, hogy mi. Meg kell értened, Józsi, nem személyes, csak a cég jövőjét nézem. Ez a cég legalább annyira az enyém, mint a tiéd is. Talán, de nem változtat, hogyha a cégben maradsz, akkor tönkre megyünk a jövőbe. Nem, ugye nem hiszed el te is ezt a sírkasztáshoz. Nem az számít, hogy én elhiszem magad sem, hanem az, hogy más emberek elhiszik-e. És az emberek természetét ismerve elhiszik, és ha elhiszik, elfordulnak a befektetők. És tudod, drága barátom, én ezt nem akarom. Lát ki tudsz. Vezetőség több utakja van megszavazni. Igen, és egy komolyabb összegért felvásároljuk az összes részvényedet a cégben. Azt hiszem, nincs mit tenni. Legyen a következő a kaucsuk. Rendben. Minden rendben? Csak néhány rossz emlék. Akkor a következő legyen a sós tenger illata. Biztos vagy benne. Nem egy túl jó kombináció. Ragaszkodom hozzá. Ahogy gondolja, majd küldök egy ízlistát. Viszontlátásra.